Köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Pécsi Kör. Mai műsorunkban belenézünk a Kortalan Kortárs Pécsre látogató előadásába. Aztán megnézzük az Arándok Galéria új kiállítását, ellátogatunk az El Podium Nuncius című estére, és belehallgatunk a Szőke Szandra Quintett koncertjébe is. Tartsanak velünk! 2016. decemberében indult a Kortalan Kortárs sorozat Budapesten. Három színésznő kortárs irodalmi írásokat dolgoz fel egy témára. A három színésznő egyike Herceg Adrien, akinek köszönhetően az első című produkció először Pécsett, a Made in Pécs kávéban volt látható. Anya elvitte a kulcsot, és az ajtó be van zárva. Kinézhetnék az ablakon. Azért se nézek ki, máma. Az udvaron én már láttam, nincs más, mint egy csúnya láda. Anya, apa gyárba mennek, és bezárnak minden reggel. Azt hazudják, munkanélkül nem élhet a szegény ember. Körülbelül 2 éve született meg egy előadás, a francia rudugrás alatt sminkeltünk. Valamelyikünknek nem volt valamelyik sminkje, szemspirál, valami, és akkor arra jöttünk rá, hogy milyen vicces lenne, hogyha ilyen problémákból gyártanánk egy előadást, és próbálnánk megoldani, mint Charlie angyalai ezeket a nagyon fontos dolgokat. És természetesen a kultúra felé és az intelligens dolgok felé is hajlik a szívünk, és vágyunk jó kis szövegeket mondani, és ezért lett Kortalan Kortárs, mert kortárs írók szövegeit kutatjuk, meg dokumentumokat is kérünk fel, olyan neves és nagyon menő írókat, mint mondjuk Závada Pál, vagy Péter Finovák Éva, vagy Szentesi Éva. Cserna Szabó. Akik csak egyszer csak írnak nekünk, és mindegyik előadásunk más témával foglalkozik, és akkor tulajdonképpen így alakulnak ki az előadásaink. Ez 2 éve, és most volt 1 éve, hogy a Mozsárban, Budapesten, a Nagymező Mozsár utca sarkán játszunk, egy kávézó tetején, és aztán most meg itt vagyunk. Igen. Ami nagyon fontos ebbe az egészben, hogy minden hónapban más csinálunk. Tehát ez hihetetlen, mondanám, hogy megtertelő, de nagyon élvezzük. Tehát itt mindent mi találunk ki. Tehát nincs rendezőnk, hanem vagyunk mi magunk, akik kiválasztjuk, hogy milyen szövegeket szeretnénk elmondani, esetleg milyen dalokat akarunk énekelni, és mit gondolunk még, hogy miket lehetne beletenni. De konkrétan arról van szó, hogy itt a fényt magunknak állítjuk be, hogy ebbe most jól nézel ki, ebbe a kékbe legyen ez. Tehát, hogy itt mindent mi csinálunk. És nyilván, ami egy nagyon fontos dolog volt ebbe az egészbe, hogy a Manna produkció, tehát a Gáspár Anna, aki a Manna Kulturális Egyesületnek a vezetője, gyakorlatilag ő felkarolt minket, és lehetőséget adott, hogy ezt tudjuk csinálni. Alapkoncepció az az, hogy van minden, ugye ez a második évadunk, ha úgy fogalmazunk. Van például egy kis videó, ami mindannyiunkról van, és például ott ezt a mi lennék, ha férfi lennék az idei évben, ez volt a hívószó, és mindig vannak, ami egy fontos örök állandó, hogy például mindig vannak benne, most 3 férfit választottunk erre az évadra, ez a David Bowie, a Charlie Chaplin és a Salvador Dali, akit mindig megpróbálunk kicsit belecsempészni. Fotókkal, kicsi történetekkel, amiket vagy mi elmondunk, vagy fölvesszük, és szól alatt, amiközben mennek a képek. Tehát nagyon igazából nagyon sokrétű ez a dolog, és kicsit, mindig azt mondom, kicsit összművészetes. 20 000 dolláros tartásdíjat ajánlott a lánynak, ha más férjet választ magának. Rita persze egyikbe sem ment bele, így Chaplin beletörődött a helyzetbe. 30 év börtön egy kiskorú megrontásáért még kevésbé tűnt csábítónak, mint a házasság és az apasság. A Mexikóban teljes titokban tartott esküvő után aztán elég egyértelműen kinyilatkoztatta, mit gondol a nőről. Kislotyó, így nevezte. Az előadás 2 részből áll, a második részben egy beszélgetés történik velünk, nagyon érdekes színésznőkkel, Járó Zsuzsával és
kettőnkkel, és Szilinóra vezeti ezt a beszélgetést, és mindig van egy... meghívott vendég. Egy nálunk még híresebb. Igen, és ez így igaz. Igen. Aki itt van? Mihelis Norbi lesz. És nagyon, nagyon örültünk, hogy lelkesen és kedvesen azt mondta, hogy persze jövök, de tudni kell, hogy a legkülönfélébb embereket, tehát nem csak színészek voltak a vendégeink, hanem például Budapesten pont ennek az elsőnek, mert ugye ez ettől is rendhagyó, hogy első, ezt eljátszottuk a decemberben a Mozsár műhelyben, ott a Kozmon Gyuri volt a vendégünk, és itt a Mihelis Norbi, és ami nagyon érdekes, és én mindig azt érzem, hogy valahogy minden összeáll, hogy például az első, de az első színházi előadás például itt a Made in Pécs Caféban. Az ugrás volt az utolsó szám. A Nóra, a Beatrix és én voltunk versenyben. A Nóra odajött hozzám, és a fülembe súgta, hogy próbáld meg elrontani. Én meg azt mondtam, hogy hát köszi. Gerenda 9.05, Talaj 8.95, Szekrény 8.06, 9.02. Első lettem. Első helyezett. Ez már a 8. része ennek a sorozatnak. Az első, a 8. Viszont ezt a szót próbáljuk meg kibontani, és akkor ebben benne van Adrien első szexuális élménye, benne van nekem a tornász múltam, ahogy lettem tornászból sportoló, vagy akár, hogy minden nap, hogy szerettem mást 11 évesen, plátói szinten. Zsuzsinak napról részlet, igen. Bocsánat, csak igen. Például a Zsuzsinak meg a szülés élménye, tehát gyakorlatilag minden, ami erről a szóról nekünk eszünkbe jut. Tehát ez kicsit olyan, mint egy asszociációs játék. És ha jól sikerül eltalálnunk ezeket, akkor a nézők fogják érteni, hogy ez mitől első. Drága lányom, most, hogy te is szülni készülsz, elmondom, mert elmondják. Mindig mindenki elmondja előre, hogy mi lesz. Felkészítenek. És te azt hiszed, hogy tudod, és hogy felkészültél, és amikor történik, akkor mégis olyan, mintha soha nem is mondtak volna semmit. Mindig van egy civil vendégünk, aki most a Molnár Andi lesz, aki szerintem egy fantasztikus táncos nő, és mindenféle szériákat nyert, és ő egészíti ki a műsort. De például májusban, amikor az Örökség című volt, akkor a civil vendég az anyakönyvvezető barátnőm volt, aki összeadott engem a most már férjemmel színpadon. De volt, hogy a Nyersanyag című előadásban egy gyönyörű szép népdalra egy hentes kifilézett egy libát. Tehát ilyen is történt. Minden. Gyakorlatilag mindig azt szoktam mondani, hogy ez mindig olyan, hogy minden benne van, amit nem szégyelünk. És akkor mindig elmondom, hogy és elég kevés dolgot szégyelünk. Öt jó tanács az először pornozó fiúk számára. Egy festő és egy fotós alkotásai egy térben. Freisz Bernadett, festőművész hallgató gesztus festményeit, illetve Komlós Attila színházi fotóit láthatjuk a Zarándok galériában. Az úgynevezett hát ilyen gyűrt önarcképekkel, arcképekkel, alakokkal. Idén nyáron volt szerencsém ment lenni Eszéken egy nagyon jó alkotótáborba, az ottani művészeti karon, és egyszerűen éreztem magamban valami új erőt, egy új hullámot, és azt éreztem, hogy nem figurális módon kell előadnom, hanem elmondtam kicsit absztrakt, nem szeretném ábrázolni. Nagyon régóta érdekel a japán kultúra, minden együttvéve az építészettel kezdve a kaligráfiával, mindennel, és egyszerűen tényleg ez a fajta lendületesség, amivel ők ugye írnak, rajzolnak, készítik ezeket a képeket. Egyszerűen úgy éreztem, hogy ez egy olyan irány, amit nekem így ki kell próbálnom
rendkívül érdekelnek még ezek az ilyen fröcskölések, amiket az ecset képes hagyni, meg hát ugye a festék, és valahogy erre szerettem volna rájátszani, és ezekben igazából ilyen különböző kompozíciókat csinálni. Inkább csak szín kompozíciók, meg ilyen különböző összeállítások. Azok a képek, amik általában nekem tetszenek, amik bennem megindítanak egyfajta, tehát érzek mellettük egy ilyen hangulatot, tehát így átjön egy hangulat, egy bizarr érzés, ami megindítja bennem azt, hogy ezt a képet utána tovább nézem a galériában vagy a múzeumban, és én is erre próbálok törekedni, hogy meglegyen ez a fajta kapcsolata a nézők között. A története 2013-ig nyúlik vissza, amikor Körtvélyesi László, a Pécsi Nemzeti Színház fotósa egy fotószakkört szervezett. Én is jártam erre a szakkörre, és ő fölkínálta a lehetőséget, hogy menjünk mi is vele egy előadás próbafotózására. És akkor részt vettem ezen, meg utána még néhány alkalommal, és hát azóta rendszeresen kapok lehetőséget rá, hogy részt vegyek fotós próbákon, és így állt össze most már lassan 5 év alatt az itteni kiállításnak a képanyaga is. Magát a színház világát nagyon kedvelem, ez még középiskolás koromig nyúlik vissza, úgyhogy akkor hát rendszeresen igyekeztem minden előadást megnézni, amit bemutattak itt a Pécsi Nemzeti Színházban. Aztán utána következett egy ilyen 10-15 éves időszak, amikor úgy más területre koncentráltam inkább, és úgy nagyjából 2010 közepén tért vissza a régi lelkesedésem, érdeklődésem, és hát azóta nagyon sok jó előadást volt szerencsém megtekinteni, akár így az országos színházi találkozóhoz kapcsolódóan, akár pedig az itteni bemutatók révén. És a fotózás maga az egy nagyon különleges élmény, ezt szinte nehéz is szavakkal elmondani, mert valahol részt vehetünk mi is az alkotó folyamatban, és láthatjuk azt, ahogy egy előadás az utolsó simításokat éli át a premier előtt néhány nappal. Körtvélyesi Lászlótól nagyon sokat tudtam tanulni itt az elmúlt évek során, mindig fölhívja a figyelmet arra, hogy milyen szögből, honnan érdemes megörökíteni egy-egy jelenetet. És egy kicsit mindig előre kell gondolkozni, hogy mikor mi fog következni, vagy honnan fog belépni egy szereplő, és akkor nekünk már úgymond csőre töltve kell állni, és úgy készíteni a képeket. Amire én törekszem az, hogy nem szeretek igazán ráközelíteni egy-egy színészre, tehát én nem annyira portrékat, vagy ilyen közeléket szeretek fotózni, hanem ahogy itt látszik is a kiállításon, a környezetet is megmutatni, tehát a díszletet, azt a szobát, vagy azt a helyet, ahol maga az adott szituáció zajlik, azt is a képen megjeleníteni. Az E-pódium tavaly ősszel mutatta be Nuncius című estjét, melyben magyarra fordított Tom Waits és Phil Ochs dalokkal adtak egy szeletet az outsiderek vagy kívülállók világából. Ezt láthattuk most is a Művészetek és Irodalom házában. Nyáron kezdődött el, amikor is az én ötletem volt, hogy Tom Waits számokat kellene előadni, vagy énekelni, először ilyen hobbi szinten, de nem úgy, hogy 100%-osan adaptálni Tom Waits-et, hanem megpróbálni lefordítani őket. És először akkor hárman összejöttünk,
a nagybőgővel Hoffmann László, és a Divják Lacit át a dobbal, és akkor egy koncertet így megcsináltuk. De akkor két dolgot éreztünk, hogy kellene még egy női hang, és azt éreztük még, hogy vizuálisan nem vagyunk színpadképesek. Hát, a három bűronda ember, ezt most ki kell mondani, az én vezetésemmel, és akkor úgy gondoltuk, hogy felveszünk egy énekes nőt, és akkor erre a Hajnit, aki pusztai Hajni itt mellettem, aki nagy reményű énekes hölgy. Én minden nap a Szent Mór iskola központban szoktam gyakorolni, és egy nap bejött egy tanár, mondván azt, hogy egy szép hangú énekesnőre van szükségük. És ugye kaptam egy telefonszámot, pontosabban az Árpi kapott egy telefonszámot, és hát így meg is ismerkedtünk. Nagyon tetszett a zenéjük, és azt gondoltam, hogy egy remek lehetőség az, hogy könnyű zenei kontextusban is kipróbáljam magamat, kipróbáljam a hangomat, hogy milyen hangosítással dolgozni, illetve milyen egy ilyen kis együttesbe együttműködni másokkal. Aki ismeri Tom Waits-et, vagy Tom Waits filozófiáját, azt tudja, hogy hát hogy is mondjam, nem ez a műfaj, ami sikertörténetre, vagy sikerre vágyik. Tehát ez a műfaj el lehet lenni ám egyébként, tehát és a rockban is, és el lehet ott tényleg élni. Meg hát mondjuk meg őszintén, tehát ezek a szövegcentrikus, kevés hangszeres, egyszerű dallamos dolgok, hiszen lehet látni, itt nincsenek elektromos berendezések, tehát konga van, bőgő van, gitár van, és énekhangok vannak, tehát ez csak egy nagyon marginális részét érdekli a 21. század Magyarországában az embereknek. Egyébként Tom Waits-et nem lehet 100%-ban szerintem adaptálni. Tom Waits-ra el lehet lopni egy filozófiát. El lehet lopni, zeneileg is el lehet lopni egy filozófiát, szövegileg is el lehet lopni egy filozófiát, de Tom Waits-et ez nem lesz igazából tükörfordításba se lehet lefordítani, hogy körülbelül majdnem olyan, mert Tom Waits az nagyon sok esetben aktuális dolgokat dolgozott fel a dalaiban, tehát Amerikában. Tehát amiről egy amerikai tudja, hogy miről szól, tehát mi nem tudjuk, tehát mi különböző bűncselekményekről, és akkor most ez olyan, mintha Amerikában csírnék egy dalt a Móri mészárlásról. Hát ki tudná, senki nem tudná, hogy miről beszélek. Fejük nyomják a fa, ebben az úcskapán, a pár egy magán, maga elé nézve iszok. Ez a kívülállóság, ami a dalokban is megmutatkozik, mert mondhatnám csak Tom Waits, hanem Phil Oxot, vagy bármilyen más ilyen előadót, az egy kicsit hozzám tartozik egyértelmű, és akik itt most együtt zenélünk, az mind valahol, tehát egyet ért ezekkel a dalokkal, vagy senki sem egy olyan. Nézd, tehát ez a mai világ anyagi orientált, sikerorientált világában mi nem akarunk belépni, mert köszönjük szépen, tehát ez nekünk nem működik valószínű. Szerintem hiába vagyunk akárhány évesek, adott korszakai mindenkinek vannak, és lehet, hogy mondjuk az Árpi a 70-es években volt fiatal, én meg most vagyok fiatal, de attól függetlenül ugyanazokat a korszakokat éljük meg, és végül is valahol ugyanazokon az érzéseken megyünk át. Ezért szerintem abszolút időtállóak ezek a dalok. A pécsi származású jazz-zongoristával, Cseke Gáborral a soraiban a Szőke Szandra Quintet volt a Metronom Jazz Club legutóbbi vendége. Lássuk, mit hoztak. Thank you.
Szőke Szandra 2014-ben indította el zenekarát, amiben saját dalai szólalnak meg. Nálunk ez úgy működik, hogy én írom a szöveget, és az alapdallamot is én találom ki, és Cseke Gáborral közösen rakjuk ezt így a végleges formájába. Pontosabban még egy lépés van a végleges forma előtt, amikor végül quintetként, tehát öten játsszuk el ezeket a dalokat, és akkor megkapja ezt a nagyon erős ízt, ami neki van. With open eyes I wonder if ever I will breathe. Why, water rushing over me, are you there? I wonder way down beneath. Otthon is a szüleimtől egy olyan, nem tudom, ilyen zenei örökséget kaptam, hogy sokféle zenét hallgattak a klasszikustól kezdve Stingen át, a Julio Iglesiasig, tehát minden volt otthon, és az embernek nyiladozik erre a füle. Nekem a jazzben nagyon szerettem Ella Fitzgerald munkásságát, meg az ő karaktere számomra nagyon közel áll, és szerettem volna ilyen médiumokat magamnak, amiken keresztül ki tudom magam fejezni, és ezeket a jazz standardeket az ember énekli, és aztán kialakul a saját stílusa is, és az, hogy vágyik arra, hogy a saját gondolatait közölje. És ebben mindig van szerintem egyfajta ilyen görcsoldás is, hogyha az ember kiír magából dolgokat, vagy kiénekel magából valamit. Ez abszolút terápiás a zene, legalábbis saját magamon ezt érzem. Életem, csend a hangom, napot akartam. Pusztai Csaba dobos, Olá Péter nagybőgős és Fekete István trombitás mellett a negyedik zenész, a pécsi származású zongorista Cseke Gábor. Ő komponálja a zenekarra Szandra dalait. Itt töltöttem el 20 évet az életemből, illetve még annyi kötődés van, hogy volt egy intézmény nagyon közel ahhoz a helyhez, ahogy laktam, ez az ifjúsági ház volt, ahol én gyakorlatilag gyerekkoromat eltöltöttem, és rengeteget gyakoroltam abban a házban, mert otthon nem lehetett. Wind hums, colors fade, more than beige the sky. My steps sound soft on the sleeping ground, as clouds so slowly sigh. Dusk falls, trees sway, the sun lays at the arm. A Szandrával először egy iskolában találkoztam, ahol én a Szandra tanárja voltam, illetve korrepetitora, és akkor én bátorítottam arra, hogy a saját zenéjét játssza, és a Szandra pár év múlva felhívott, hogy tudok-e neki abban segíteni, hogy kibontani ezt az ötletelést, akkor még egy ötletelés volt, és azóta dolgozunk együtt. Úgy működik nálunk, hogy kapok a Szandrától egy dallamot. És ezt a dallamot ezt fel kell öltöztetni, ezt a dallamot ezt bele kell ágyazni valamelyik zenei történésbe, ennek egy szerkezetet kell adni, és tulajdonképpen így jön létre az a végső szám, amit játszunk. Már az alakulás évében megjelent első Memory Palace című lemezük, ami sikerrel debütált itthon és külföldön egyaránt. Az új lemezünk anyagán dolgozunk jelenleg, ezek is csupa saját dalok. Itt ebben az lesz majd a különleges, hogy magyarul lesznek a szövegek többnyire, ami iszonyat nagy kihívás, mert angolul írni sokkal könnyebb, ott az ember könnyebben rejtőzködik így a szavak mögé. Magyarul viszont az eléggé, nem tudom, kitárulkozásra készíteti az embert, hogyha magyarul kell azt mondani, hogy szeretlek. Tehát az I love you, hát az mennyivel egyszerűbb, nem? De hogy magyarul kimondani egy ilyet, súlya van a szavaknak, más íze van a szavaknak, nem lehet annyira megúszni dolgokat, úgyhogy ez egy nagyon nagy kihívás volt a szövegírás tekintetében, hogy hát ki kell tenni magát az embernek mindenki elé, és aztán majd meglátjuk, hogy hogyan fogadják.
Most pedig lássuk, hogy hova érdemes ellátogatnunk az elkövetkező napokban, ha kulturális kikapcsolódásra vágyunk. Ajánlónkat kezdjük a kiállításokkal. 25-én a Csinos Presszóban a VNA szervezésében No Man Est Omen címmel láthatjuk Hizsnyik Zsófia fotóit. 26-án délután 5-kor nyílik 90 év, 90 ház, 90 kép címmel Tillai Ernő fotóművész kiállítása a Pécsi Galériában. Zenei téren 25-én a budafoki Donányi Ernő szimfonikus zenekar filmzenei műsorát hallgathatjuk, este 7-től a Kodály Központban, vagy este 8-ra mehetünk a Szabadkikötőbe is, ahol Gábor Amadeusz koncertezik. 26-án este 7-kor kezdődik a Vizin Táncháza Zsonlai negyedben, aztán 9-kor a Bazárban Latin Fiesta indul, valamint ezen az estén mutatja be a Pécsiesben a Special Providence Will című lemezét. 27-én is indíthatjuk az estét egy táncházzal, az Ökokuckó játszóházban lesz török táncház délután 4-től. Aztán este 6-kor kezdődik a Germán István munkássága előtt tisztelgő Fehéren izzó hegedű című koncert a Kodály Központban, amin Ligeti András vezényli a Pannon filharmonikusokat. Szintén 27-én mehetünk a Szabadkikötőbe is, ahol a Sick Picnic koncertezik, vagy a Nappaliba, ahol pedig a Köztársaság bandája. 28-án szintén a Nappaliban a Konyha Boá nevű duót hallhatjuk. 30-án a Szabadkikötőben Weber Kristóf utcazene című kísérleti zenei bemutatójára mehetünk. Színházi téren a Pécsi Nemzeti Színházban 26-án este 7-kor láthatjuk a K2 Színház vendégelőadását, amikor az Éj leszáll című produkciójukkal érkeznek. Továbbá 30-án este 7-kor láthatjuk utoljára az Eszkárgó hajója, amikor Isten csillagokat teremtett című előadását a Pécsi Kulturális Központban. A harmadik színházban 28-án az Örömlányok végnapjai, 30-án pedig a Kulcskeresők lesznek műsoron. A JEZ-ben 30-án és 31-én láthatjuk a Vérnászt. A Bóbitában pedig 27-én délután a Hamupipőt játsszák, aztán 29-től 1-ig 6 alkalommal láthatjuk az Egri Arlekin Bábszínház Rómeus Júlia előadását. Végül pedig nézzük, milyen újdonságok lesznek a mozikban. Premierje lesz az Útvesztő harmadik részének, a Halálkúrának, továbbá a Vászonra kerül Ridley Scott új, a Világ összes pénze című filmje. Ez volt már a Pécsi Kör, köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, addig is szép napokat!